Hét ország művészeti, irodalmi és média szereplőit díjazta az IFSI Nemzetközi Továbbképző Központ. A perzsiai központú, kecskeméti székhelyel is rendelkező oktatási intézmény Persian Golden Lioness Awards néven rendezett díjátadót, amelynek keretében a világ minden tájáról érkező jeles személyiségeket részesítettek aranyoroszlán díjban. A díjátadó gálaestre, amelyet immár második alkalommal rendezett meg az IFSI, limuzinnal érkeztek a meghívottak a budapesti Korintia Hotelben. A vendégeket professzor Dorbajáni és felesége, az IFSI alapítói vezették a ceremónia helyszínére vörös szőnyegen. A gálaestre eljöttek az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Svájcból, Izraelből, Perzsiából és Magyarországról is. A díjazottak között négy magyar volt, a Princess, a Nox, Posgai Zsolt színdarabíró és Marton Éva énekesnő. A díjazottak egy-egy szárnyas oroszlán szobrot vehettek át, amely az ő erejüket jelképezi. Az IFSI célja a díjátadó megrendezésével az volt, hogy egy olyan eseményre hívják meg a résztvevőket évről évre, amelyen a különböző kultúrájú emberek összegyűlnek és békés párbeszédet kezdeményeznek a kölcsönös megértésért és elfogadásért.